Rendhagyó helyszínen a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum díszudvarán megkezdődött a Pákozdi Katonai Emlékpark és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezetének emlékparki nyár programsorozata. Az Adj Uram Isten derűsebb jövő címmel megrendezett esten a Szent László városából Nagyváradról érkezett Meleg Vilmos és Molnár Júlia színművészek tolmácsolásában versekkel és dalokkal köszöntötték az ünnepet. Székesfehérvár és Nagyvárad ezzel szállal kötődik. Ezzel szállal kötődnek a civil szervezetek is, így a Honvédség és Társadalom Baráti Kör is nagyon sok nagyváradi kapcsolattal rendelkezik, és ezek közül kiemelkedik például Meleg Vilmossal való együttműködésünk, aki a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatunk nagyváradi eseményeit is szervezte, és Molnár Júlia is fellépett az ottani eredményhirdetésen. Sokszor találkoztunk már itt Fehérváron is, Pákozdon is, Nagyváradon is, és ez egy barátság. Ez már nem csak munkakapcsolat, ez egy őszinte, tiszta, nyílt barátság. Meleg Vilmos, ahogy az elmúlt években is otthonról hazajött, hogy előadásával megerősítse és megértesse velünk, mit jelent magyarnak lenni határon innen és határon túl. Úgy gondoljuk, hogy az az érzelem, ami ezekbe a versekbe, amik itt elhangzanak, és dalokba beletöltődött a szerzők által, azok ma is aktuálisak. Nekünk még inkább aktuális, hiszen akárhogy is nézzük a dolgokat, határon túl magyarként élni ma sem könnyű. Ma is vannak nehézségek, és vannak gondok, és vannak küzdelmek, amit végig kell harcolni, ha az ember ott akar maradni. Molnár Júlia Idestova 40 esztendeje a Nagyváradi Szigligeti Társulat tagja. A sikerekben gazdag színész és előadó művész meg annyi fontos szerepet játszott el pályafutása során, emellett egyéni estjeivel is kivételes mélységeket idézett meg. A műsorban magyarsága megélésének egy-egy vershez, dalhoz köthető pillanatait tárta elénk. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és többek között azért is, mert mi azt tapasztaltuk, hogy mikor kezdtük, akkor azért voltak, vagyogattak. Aztán mindig többen lettek, aztán megint mindig többen, és most már elég szép számú közönség gyűlt össze, úgyhogy én nagyon remélem, hogy az, amit mi képviselünk, az sok embert érdekel. Az esten ismét megerősítést nyert, hogy a csendes, mindenfajta harsányságtól mentes, csupa nagybetűs hazaszeretet, egyedi emberi és alkotói impulzusokkal a 21. században is ünnepivé teheti a hétköznapokat.